része a meditáció, a jóga, amelyet mindegyik egy-egy eszköz ahhoz, hogy a mi testi és elmet berendezésünket ki tudjuk tisztítani, és tökéletesen működjön. Erről van részletes leírás ebben a védikus tudással Magyarország írt könyvben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. Az előadás után meg lehet ezeket, ha valakit érdekel, vásárolni. Ez 2500 forint, ez pedig 4500 forint, ez a könyv. És a későbbiekben én azt is tervezem, hogy ezeket a könyveket, most ezt a könyvet felolvasom, és a YouTube-on, a YouTube csatornámon elérhető lesz. Tehát aki nem akarja a könyvet megvásárolni, de szereti hallgatni esetleg az ezzel kapcsolatos tudásanyagokat, ott meg tudja hallgatni, az egy teljes egészet, mert sok magyarázattal ellátom, amit olvasok. Aki pedig direkt használni akarja a könyvet, mert itt vannak a direkt leírások, a linkek és minden hasonlók, azoknak pedig nagyon jó, nagyon hasznos megvásárolni a könyvet, mert itt pedig a konkrét információk vannak, ahonnan a tudás forrásokra lehet rá találni, rábukkanni, amiket én is használtam a kutatásaim során. Tehát köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hogyha vannak kérdések, akkor állok elébe bármivel kapcsolatban. Mi sikeresek legyünk, ahhoz nekünk arra van szükségünk, hogy a házunkban egy olyan kozmikus rend legyen, ami kozmikus rend képes arra, hogy az adott bolygóállásokat, amik körülöttünk vannak, a Nap, a Hold, a Mars, a Vénusz, ránkható minőségét olyan energiákká, intelligenciákká alakítsák, amik rossz bolygóállás esetén védelmet adnak, jobb bolygóállás esetén felerősítik a jó hatásokat. Ez a ház. A ház az, ahol mi élünk, annak elvileg szabályos négyzetnek kellene lennie. Tehát egy négyzet, az, hogy ez 7x7, 8x8, 10x10-es, mindegy, tömbös szerkezetűnek kellene lennie. A falak pontosan észak-dél, kelet-nyugati irányba kell, hogy nézzenek. Most elmondom a legfontosabb, a legeslegfontosabb tudásmagokat ezzel kapcsolatban, ami nagyon jó, ha mindenki az eszébe vés. Tehát észak, dél, nyugat és kelet. A falak pontosan észak-déli irányba és kelet-nyugati irányjal párhuzamosak. Ezért, ha én nekem pont itt középen van északon a bejárat, vagy pont itt középen van keleten a bejárat, akkor a ház lelkében összekötöm a sarkokat, ahova a középpont esik. Ha a lelkéből én kitekintek a bejáraton keresztül, pontosan északra, kitekintek a bejáraton keresztül, pontosan keletre nézek. Ezt a házat úgy hívják, most ez csak így, a főbb minőségeit tekintve szerencsehozó ház. Ez a szerencsehozó hétvégi ház, ami mondjuk csak 5x5 méteres, és csak arra szolgál, hogy egy-két ágy van benne, egy kis mosakodási lehetőség, egy hobbitelken lévő kis házikó, ahova a család vagy egy-két családtag elmegy, pihen, feltöltődik, dolgozik a hobbi kertben. Nos, arra egy picike házikó egy légtérrel tökéletes. Most ezen belül, hogyha én azt vizsgálom, hogy keleti a bejárat, ennek van egy nagyon jó hatása, itt kreatív leszek. Itt nagyon jól tud az ember kibontakozni, nagyon jól működik benne a művészi dolog, és nagyon jókat tud alkotni a keleti bejáratnál. Ha északi a bejárat, az pedig lehűti az ember elméjét, lenyugtatja, és az anyagiak, a pénz,
illetve az anyagi fölhalmozás segíti elő. Most nem megyek bele a különböző évtájaknak a hatásaiba, az az első könyvemben részletesen ott van védikus tudással Magyarországért, de mindegyiknek van egy-egy negatív hatása. Hogyha a ház el van fordítva, és az én bejáratom észak-keletre, észak-nyugatra, nyugatra, délnyugatra, délre, délnyugatra, vagyis délnyugatra, délre, délkeletre néz, tehát ez a másik hat irány, mindegynek van egy negatív hatása. És ezek a negatív hatások, ha én beköltözök a házba, 21 hónapra rá konkrét, kemény hatás fejtenek ki az életemre. Már rögtön érzem, de hogy szembesüljek is vele, ez körülbelül kell hozzá szűk két év, és megváltozik az életem. Ezért, ha jó ház, keleti vagy északi bejáratos, akkor elnevezzük szerencsehozó háznak. Ha a másik égtáj, akkor egy kicsit, vagy nagyon szerencsétlenséget hozó háznak. Most azonnal tudom borítékolni, hogy ott, ahol alkohol probléma van, nagyon komoly betegségek, ott vagy déli, vagy délnyugati a bejárat. Ezt rögtön mondom, ez a két bejárat csak nagyon, ezek nagyon rossz dolgokat tudnak hozni, nem biztos, nem biztos. De ha valaki idült alkoholista, valaki nem tud kibontakozni, nem tud 5-ről 6-ra jutni, feszült, ideges, megmagyarázhatatlan betegségek vannak, az esetek 80%-ában, 70-80%-ában déli vagy délnyugati bejáratnak köszönheti ezt. Ha én szeretnék egy szerencsehozó házat, akkor ne házat vegyek, telket. Az a telek, az vagy sík legyen, vagy egy kicsit északra, kicsit keletre lejtsen. Ha ezt meg tudom venni, ez az a telek, ahova fölépíthetem a szerencsehozó házamat. Ha fölépítem a szerencsehozó házamat, akkor a következő dologra még ügyelni kell. Ezt még fölrajzolom is. Szintén északi. Fölírjuk az égtájakat. Észak-dél, nyugat-kelet. És hát most ez több funkciós, és ezért egy kicsit felosztom a házat 3x3-as minőségekre, tehát 3x3-as minőségekre. Ezeken a területeken különféle elemek helyezkednek el, és különféle minőségek jelennek meg. Ez itt a földelem. Hát, inkább ez. Hát ez a földelem. Ez a tűzelem. Ez a levegő. Ez pedig a vízelem. Középen éter, vagy a tér elem. A lelke a háznak. Na most, föld, megalapozódás, stabilitás pont. Ha valaki, mint mondtam, ide csinál egy bejáratot, vagy ide, tehát hogy délnyugatos a bejárat, akkor olyan, mintha a stabilitás pontját elveszíteni az épület. Képzeljünk el egy olyan embert, akinek kihúzzák a lába alól a talajt. Ugye? Milyen érdekes. Indiában egy kis élőlénnyel szimbolizálják a háznak a hatását, akinek itt van a feje, így van a teste, az egyik lába, itt a másik lába, a karjai, válla, így itt. Ez a kis élőlény össze van kuporodva, itt van a lába, délnyugati részen. Na most,
hogyha én megbontom és bejáratot helyezek, az olyan, hogy ennek az élőlénynek, mintha kihúznám a lába alatta van. Nincs stabilitása. Ugye ez csak szimbólum. Egy szimbólumrendszer alapján mondják ezt. De ez a szimbólumrendszer, ez nagyon, nagyon is működik akkor, amikor nézzünk egy olyan embert, aki iszik, állandó feszültségbe és veszekedésbe van az élete. Ez az állandó feszültség és állandó veszekedés pedig abból jön, hogy ő neki, ez a délnyugati hatás ad egy állandó feszültséget és állandó veszekedés minősége a házon keresztül. Ha ide beköltöztetek egy olyan ember, aki nagyon jó ember, nagyon nyugodt, 10-20 év után az a nyugodt ember már enyhén feszült, enyhén ideges lesz, de az is lehet, hogy nagyon feszült, nagyon ideges lesz. Átalakítja a ház. Tehát a földelem ezt hozza. A tűzelem nagy tűz, nagy energiát. És hoz egy olyat is, hogyha erre van a bejárat, hogy állandó félelem, tartózkodás az újtól. És mit mond a magyar? Félek, mint a tűztől. A tűzelemre nyitom ki a teret, és megmagyarázhatatlan félelmet hoz. Ha a vízelem irányába néz a bejárat, észak-kelet felé, annak még rémel is, egy rémes kis versikét lehet mondani rá, nincs házasság, nincs gyerek, csökkenő külső sikerek. Tehát egy ilyen magába forduló remete minőséget nyer az a valaki, akinek a háza észak-keletre néz. Akinek meg észak-nyugatra, erre néz a házbejárata, az pedig szeles lesz. Azaz mentális megrázkódtatások, meg ilyen váratlan fordulatok fölborítják az életét. Tehát miért lesz szeles? Azért, mert a szélelem a levegő elem területére nyitja ki a bejáratát, és az egész ház átveszi ezt a minőséget. De vegyük azt alapul, hogy valaki nagyon jó, megint falak, észak, dél, kelet, nyugat irányal párhuzamosak, és valaki meg tudja nyitni vagy az északi, vagy a keleti bejáratot. Innen ugye kreativitás, boldogság és mindenféle jó dolgok jönnek, innen anyagi dolgok, nyugalom és hasonló. Ki hova költözzön? Melyik szoba hova kerüljön? Na most, mondjuk keleti a bejárat, itt jövünk ki, de főleg reggel megyünk, dolgozunk sokat, megyünk munkába kelet, de mondjuk a háziasszony otthon van és főz. Neki a felkelő napnak az energiája, ami jön így körbe szépen, itt a délkeleti sarokban fogja főleg kifejteni a hatását. Ezért ez az ideális területe a konyhának. És mit mond a magyar? Az asszony helye a konyhában van, fordítva. Az asszony a konyha helye az asszonyra fejti ki a hatását. Tehát ez igaz, hogy a házon belül ez a konyha területe, de a legidősebb hölgy, tehát ide írom, hogy hölgy, ez a hölgyeknek egy nagyon jó terület. Ez azt jelenti, hogy ha ide kerül a konyha, és az illető szeret is egy kicsit főzni, és megjelenik a gáztűzhely, ő ott nagyon jól érzi magát. Tehát nagyon a háznak az igazi melegét, családi melegét, konyha melegét itt tudja biztosítani, ahol a tűzelem van. Mit gondol a kedves közönség, hol a második ideális helye a konyhának? Ha ez, ugye tűzelem, ez adja magát, hova lehetne még tenni? Mi kell ahhoz, hogy égjen a tűz? Hát kell hozzá a gáz vagy a fa, meg még mi kell hozzá? Levegő. Így igaz. Ez a konyhának, ez a második legjobb területe. Tehát vagy a tűzelem területén, vagy itt. De ha itt van a konyha, és amikor engem fölkérnek házelemzésre, és szoktam házakat elemezni, és meglátom, hogy észak-nyugaton van a konyha, akkor egyből mondom,
aha, itt lenne az ideális, de ide kerül, ez se rossz, viszont itt mindenki rohan, jön, megy. Ha működik ez a konyha, akkor itt egy átjáróház, barátok, rokonok, ismerősök jönnek, mennek, egymásnak adják a kilincset, és mindig jönnek, mennek. Hát ezt én honnan tudom? Hát onnan, hogy oda került a konyha, és ezzel az energiával itt adta át a házat. Tehát ez konyha kettő. Odaírom azért, hogy kettes, mert hogy ez a második legjobb területe a konyhának. Ez a föld, ez nagyon jó hálószobának, mert ugye a földelem az olyan súlyossága, tehát itt jó, jókat lehet aludni. Hálószoba. Délbe, mit szoktunk délbe csinálni, dél körül? Eszünk. Ez nagyon jó ebédlőnek. Ez nagyon jó, ez a nyugati oldal WC-nek, konyha, WC-nek és fürdőszobának. Ez pedig nagyon jó még, mert a levegő az ilyen gyors mozgást hoz, mint egy raktárba, mint egy kamrába. Liszt, só, cukor, olaj, jön, megy, forog, tehát ez nagyon jó kamrának is. És ha ide kerül a kamra, ki se nyitják az ajtót, és én azt mondom, mindennel tele van. Tehát nem, hogy sok van benne, rengeteg. Tehát itt fölhalmozás minősége is megjelenik. Ez nagyon jó az északi nappalinak. Ez a dízelem, ez pedig mondjuk meditációs szobának. Vagy ilyen csend nyugi szoba. Ha ez a hölgy területe, ez a föld terület, ez a vaskos, erős, nehéz terület, ez kinek a területe? Hát ez a férfi területe. Tehát a férfi. Fönt, az északi részen, ahol olyan könnyedebb minőségek vannak, ha ez éppen nem kamra, de van egy kislány, akkor a kislányt nagyon jó, ha északnyugatra tesszük, mert ez ideális minőséget ad a kis fruskáknak, hogy rohannak, mint szelebúrdiak. A víz a kisfiúknak, mint a kis halacskák, azok mindig mennek össze-vissza, tehát ez kisfiú. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan helyzet, hogy egy olyan házba mentem elemezni, kérték az elemzést, ahol észak-keleti területen egy kislány volt. Az volt az ő hálószobája. És mondtam nekik, hogy ez egy kicsit olyan magába forduló kislány, és nagyon fiús. Hát ezt honnan tudom? Most kért svájci sapkát, és ezért focira jár, imád focizni. A fiúkkal van mindig. Mert a háznak olyan hatása van, mint a kisfiús minőséget adja. Ez nem azt jelenti, hogy ő, ugye ez a idiótaság, ez a nemi gender baromság mutatkozik rajta, hanem csak fiúsabb minősége van. Attól még egy stram kislány csak olyan jobban kiáll magáért. Ha pedig ide fiú kerül, ami egy kicsit kislányos terület, az pedig finom minőségekkel rendelkező fiút jelent, aki nagyon mozgékony, lehet, hogy vékonyabb is, mert olyan energiákat kap, hogyha évekig ezen a területen van, és lehet, hogy egy kicsit olyan nem annyira fiús dolgok, hanem inkább a művészetek érdeklik, mondjuk zene, vagy festés, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha esetleg itt van a bejárat északon, akkor ez a keleti rész ugye akkor nem egy ilyen előtér, előszoba, hanem akkor ez nagyon jó dolgozó szobának. Most ez az ideális elrendezése, legegyszerűbb elrendezése egy háznak. Egy valamit tudnunk kell. A déli rész mindig a felnőtteké. Az északi rész azért, aki a gyermek, vagy egy olyan idős szülő, akit ápolni kell, vagy az északi rész a vendégeknek a területe. Ez mindig a tulajdonosoknak a területe. Ami délkeleti, az inkább a hölgyek területe, ami délnyugati, a férfi területe és megalapozódási pont.
Északnyugaton a kislány, északkeleten a kisfiú területe. Itt nagyon kreatívan tudok dolgozni, a keleti oldalon, itt nagyon nyugodt, csendes fejjel, és itt például egy trezort is el lehet helyezni. Ha itt nincs bejárat, tehát keleti a bejárat, akkor a trezor helye az itt van. Itt van a szép, a gazdagság trezorjának a helye, ezen a falon. És amikor megkapom a pénzt, az extra pénzt a trezorba berakom, és pont északfele nézek, kinyitom, berakom, zárom. És itt ez az egész házra kifejti a jótékony hatását. Ugyanígy, ha nekem a konyhám, illetve van egy kazánház is, az ide kerüljön, ennek a közelébe, itt legyen. És az energiát akkor kivetíti az egész házra, és nagyon jó minőségekkel bír. Tehát attól függően, hogy milyen a családi viszony, mit tervezünk, álmodunk bele, ezeket sokkal a bonyolultabbul is meg lehet tervezni, akkor már nem 3x3-as, 4x4-es, 5x5-ös nagyobb felbontásra van szükség, és a különböző területeket egymással összhangban tudjuk kiszámolni, megnézni és összevetni. Zalaegerszegen már 3 ház is épült úgy, hogy a terveket én is átnéztem, és úgy, hogy ugye természetesen egy építészmérnök készítette a terveket, de az első 3 résznél, tehát úgyhogy az első mondjuk egy tervet átadtak nekem, nézzem át, az első tervnél biztos, hogy kellemetlensége lett volna úgy a gyereknek, mint a tulajdonosnak is. A második tervnél már kicsi problémák voltak, de azt sem adtam ki a kezem közül, mert azt mondtam, hogy ezt föl ne építsék, még nem jó. És a harmadiknál pedig azt mondtam, hogy erre, ez így már rendben van. És nagyon jó dolgok alakultak ki annál a családnál. Most már 3 éve használják azt a házat.